uraim, elérkezett tehát az idő és az alkalom, amikor is az Operett házhoz jön, és megérkezett ide hozzánk Pozsonyba, Budapesti Operett Színház Cintányéros Cudarvilág című műsorával, és hát járják Magyarországot, de ide is érkeztek hozzánk a határon túlra, és egy fantasztikus műsorra érkeztek, fogadják őket hatalmas szeretettel. Dámy a páni, prišiel ten správny čas, kedy môžeme na pódium konečne privítať Budapešťanské operetné divadlo so svojimi nádhernými šlágrami, operetnými, najzábavnejšími a najkrajšími melódiami. Toto Budapešťanské operetné divadlo precestovalo takmer celý svet, no a dnes prišlo s tými najlepšími skladbami, aby vás potešilo, aby vás zabavilo. Opereta prichádza k vám domov, dámy a páni! Veľký potres pre Budapešťanské operetné divadlo! És életérzés, ahogy ezt az Operett Színház zászlajára tűzte ezt a mottót, ennek a mottónak a jegyében fogjuk ma is ezt a műsort önöknek feltállalni, remélem, hogy ugyanolyan nagy szeretettel fogadják, mint ahogy mi készültünk erre. Színpadon ma Axon Péter vezetésére a Budapesti Operett Színház szólistáiból álló kamara zenekarát hallják. Az előbb már táncolni látták a
Budapesti Operett Színház csodálatos balettművészeinek válogatott karát, a balettművészeket, nekik is egy napkapcsot kérünk. És hát itt lesz ma önökkel a Budapesti Operett Színház primadonnája Kis Diana, valamint itt lesz Széles Flóra, Borítós Luca, és hát a férfiak közül pedig a táncos komikusok csodálatos világából érkezik Dénes Viktor, Erdős Attila, és hát ugye kell egy gumbiván, ugye az, az mindig, aki jól néz ki, szép férfi, magas, jól énekel. A szent nevas, Homolai Zsolt! Köszönöm szépen, nagyon jó szórakozást kívánok! Köszönöm!
Készen áll egy újabb rendre? Thank you.
szárazzal, hogy száz láncig megszakad. Meghibasztalódnak, ők nem hallnak tele. Yeah.
Csodálatos, fantasztikus, világhírű operett szerzőink, fantasztikus művei mellett ugye Kálmán Imre vagy Lehár, új operett is született, ebből adtunk egy kis ízelítőt, mely Pejcsik Péter és Orbán János Dénes közös munkája, a nemrégiben bemutatott Somosi az Orfeum Mágusa című darabból hangzott el a Porcica. Somosi volt az az ember, aki maga az operett színház épületét megtervezte, és az 1894-es évben, és aztán 1923-tól már egy operett színház működött, az ő életét dolgozza fel. De ha már a nagy operett szerzőkről meséltem és beszéltünk, hiszen ha az operettnek új szerzői is vannak, akkor azt gondolom, hogy Lehárnak is muszáj, hogy a leghíresebb darab felcsendüljön, hiszen operett, higgyék el, a világon minden órában valahol valamilyen formában felcsendül, és hát Lehár Ferenc ennek egyik legnagyobb követe, és az ő egyik leghíresebb dala csendüljön fel ma itt önöknek. Fogadják szeretettel! Ah!
széna lettem, valahogyan csak benne élek, az én testemben ő a lélek. Oly szép, oly szép, virágok nyílnak a mellett apján, Azt a bűvölt, várj
Thank you.
Még ma megtartjuk a hivatalos eljegyzés táncigyűjtővel Videregzsötre. Köszönöm a megtiszteltetést, hogy személyesen jelent meg. Azért még jobb barátok maradunk, ugye? Igen, barát. És ez az utolsó este az Orfeumban, az csak álom volt? Csak egy álom. De életem legszebb. Emlékszel? Emlékszel. Thank you.
nincsen szemviszkapban a sorádában. Nem fír el az aranytól, attól a sárga anyagtól ott Bácskában. Bácskában, a sok aranycsóban, a kákában. Bácskában, több a kincsem, mint amennyi nákában. Nem fír el az aranytól, attól a sárga anyagtól ott Bácskában. Gyere, 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 Bácskába, Bácskába, nagy kacska, legyen ki az aranyoskat számlálja, számlálja, ott Bácskába. Gyere, 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 Bácskába, aranyból ez pablanacska, pablanacska, úgy vágyom én ezt az én sárkányra, gyere, basszám, feleségi Bácska! Csóban, a kákában, Bácskában, több a kincsen, mint amennyi lábában. Nem fírek az aranytól, attól a sárga anyagtól, ott Bácskában.
és nézzünk már. Hey, cigar, who's the one?
Magyarországon.